Miért különleges a magyar nyelv? Van egy szempont, ami eddig egy picit háttérbe szorult, és most az alcímek kapcsán nem is mutatom. A gondolkodás a zene, a humor és a költészet nyelve. Én így találtam, és ebből most, miután eléggé száraz témákat taglaltunk, a humorra szeretnék egy kis hangsúlyt fektetni, hogy a tisztelt hallgatóság egy kicsit belül humor. Hát én már ott elkezdtem mosolyogni magamban, amikor Pista elmondta, hogy a tesz, mint hiteles forrás, nála döntő szerepet játszik. Előtte meg Szegvédi Katalin mit mondott? Hát a tesz nem sokat ér. Hát ezért van szükség megbeszélésre és vitára, ami eddig sajnos teljes mértékben elmaradt. Általában voltam már ilyen konferenciákon, annyira elmaradnak az ilyen viták, hogy egy év múlva én megpróbáltam megszervezni egy ilyen bót vitát, tehát sajnos már nem jöttek. Érdekeltek, én meg tudom mondani, hogy miért. Van valami oka, ami nem merik vállalni a megmérettetés, de hát ilyen van élet. Na most tegyünk tovább rá ezekre a dolgokra. Szeretnék Bérti Stanisló kapcsán emléket állítani Lugosi Józsefnek is, a szónyomozónak, aki nagyon érdekes dolgokat állított össze, ugye ha jól emlékszem a 19. században is élt, tudnék nagyon lényegesek. Abból a szempontból, hogy a mostani kutatók ezt megfogalmazni szeretnék. Ugyanakkor én nem vagyok híve annak, hogy mindig forrásokat idézünk, ugyanis mi történik, ha néhány kreatív ember új dolgot talál ki? Akkor a forrása önmaga. Hát ilyen például a Bérti Stanislónak ez a gondolkodás, modellező módszere és eljárása is, ugyan ezt nem csinálta még meg más. Tehát elnézést kérek a klasszikus hivatkozásokra építkező előadóktól. Vannak emberek, akik nem tudják ezt megtenni, majd a jövő eldönti, hogy igazuk van-e. És elér van szükség megint csak azokra a megbeszélésekre, amiket én itt kicsit hiányolok. Ugye most nem kérdelem minden, majd írásban a további részleteket is meg lehet tekinteni. Nézzünk meg egy verset, hogy ez is a magyar nyelvhez tartozik. Várai Sándor írta. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús lesz, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelenne van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jelen megnyugva. Nem folytattam ezt, mára írta, és nem most. Csak mindenki gondolkodna rajta, hogy mennyi igaz mai életünkre is ebből. Ezek pedig azért fontos olyan dolgok, mert nem egyformán gondolkodunk. Nem egyforma dolgokat értünk a szavakon. Tessék ebben, hogy mennyi problémát okoz az, hogy nem beszéljünk meg előtt, hogy mit értünk egy fogalmon, mert akkor lehet, hogy nem is kellene vitatkozni. Na aztán persze ennek a gondolkodásmódnak a végén el lehet jutni addig a nagyon tetszetős és még az is lehet, hogy igaz állításig, hogy a világ szellemi erkölcsi megújulása a Kárpát-medencében indul, és ennek egyik eszköze a különleges nyelv, az anyanyelvünk, amelyik belső logikát, egy olyan rendet tartalmaz, pontosabban ugye Stanisló gondolkodására utalva, hogy a jelentés és a hangalap nem teljesen függ. Szerintem ez a kulcsa az összes olyan megfogalmazásnak, amely a magyar nyelv különlegességét taglalja. Itt kezdődik a humor felé való közelítésem. Hogyan látod a világot? Attól függ, hogy hogyan nézed. Ugye nagyon szépen mutatja ezt a ábrát, hogy a börtönben ülő két ember, sok ember van, aki híres ember és itt kéne legyen, vagy a pszichiátrián. Ezt a két megközelítést lehet látni. Én nekem a jobb oldali jobban tetszik, de hát én már ilyen konzervatív ember vagyok. Na most jön a sok hivatkozás, nagy doktor, híres ember, világhírű. Hát tessék megnézni, mi történik, aki kitüntetéseket kap, ez a jobboldali ábra mutatja. Egy idő után már lehúzza, és hát egészen a tartnyaló szintig lehet süllyedni. Na ezért én nem mernék ítéletet mondani a tesszel kapcsolatban, beszéljék meg azok, akiknek a szakmája. Mert hát itt van egy mondás, amit én nagyon szeretek, a birka egész illetében a farkastól retteg, mégis a nyugász fogja felfalni. De nem, a birka nem lesz. Mondja egy filozófus, hány birkát rohasszál életet, és erről beszélhessünk. Én nem megy tovább, nehogy bárhogy legyen, azért.
Na most én szeretem a színeket és a képeket. Üres óráimban írtam egy könyvet a művészetekről, főleg a színek világáról. Nagyon érdekes dolgok vannak benne. Egy verset is elemeztem benne, Arthur Rimbaudnak a Magánhangzó szonette című csodálatos versét. Azt, hogy milyen szegénység volt és milyen nehéz élete volt, azt most ne taglaljuk, ugyanúgy még József Attilának is. De érdekes dolog, ahogy ő megközelíti a világot és az érzékszervek közötti átjárást. Ugye ennek az egyik pontja most például Leonardo önerszkébén keresztül mutatható be. Látható, hogy a kinagyított jobb szélső felső ábrán valahogy ki lehet olvasni belőle Leót, tehát most ez nem az oroszlánra vonatkozik elsősorban, hanem Leonardo-ra. És hát ugye amellett ez az érdekes megközelítés, hogy ez a hölgy bárhonnan ránk pillant. Na most ha valaki azt hiszi, hogy egy csodálatos dolog, ez a középkorban megszokott festészeti technika volt, ezt mindenki tudta, csak a mai ember ezzel a sok fütyűvel meg nyugogatással elfelejtette, hogy hogy működik az élet, hogy működnek a színek, és így tovább. Ezt is anamorfózisnak hívják, nem csak azt, amit Csontváry megalkotott, hogy egy tengerfelületen át kell nézni a képeit, és rejtett formák jönnek elő. Nagyon érdekes, én is kipróbáltam, tessék elképzelni, működik. És akkor emlékszem a Pécsi Múzeum egyik ilyen kiszolgáló személyzethez tartozó emberének a véleményre, hogy már megint jönnek ezek a hengeresek, megint zargatnak bennünket. Tehát könnyebb úgy ülni egy múzeumban, hogy nincs látogató, ezeknek állandóan jönnek bennek, nem igazán maradott nagy siker, pedig ők jártak jó. Hogy működik digitális korunkban, ahol már minden szépen géppel írnak le, csak senki nem ellenőrzi. Erre a öngyújtóra például, hát egész ország írás irányos kérdjük azzal, hát ez nem egy kesabai világban, a haza helyett azt írták le, hogy hasa. Tehát a rovás írás teljes hiányát mutatja, és ez a Néprajzi Múzeum, mint kortárs kiállítás, Néprajzi Múzeumban megtekinthető volt 2014-ben. Bal oldalon van egy úttörő barátunk, aki kivarcolta, hogy az ideglenes személyi igazolványát rovás jelekkel írhassa alá. Azóta törvénytelenül egy városi rendelettel felülírták, és nem lehet megtenni, mert úgy gondolta a főnök, hogy túl nagy terhet ró a tisztelt adminisztrátorokra, hogy nekik meg kell tanulni a rovásírás jeleit. Hát ilyen világban élünk, és ezért most már nem lehet. Kínai jelen lehet, meg bármit lehet, csak rovással meg. Jó, hát ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Azóta egyébként én voltam bírósági peren, ahol a per tárgya az volt, hogy lehet-e aláírni rovás jelekkel, vagy nem. Hát nagyon jól szórakoztattam a peren. Tehát mindenkinek ajánlom, egyik sportással is rendszeresen bírósági tárgyalásokra jár, szóval jó, mint a kapat. Na végre. Ez egy kitérő, de muszáj, hogy elmondja. Szeretnek fogást találni az előadókon. Itt hibázik, ott hibázik, amúgy hibázik. Most kétféle hibázási lehetőség van. Az egyik például olyan, hogy leírjuk, hogy 3022. 13. 32-e. Hát ezért ezt csak mindenki tudja, hogy ez valami elütés történt, egyenlőtt nyomta a billentyűt. Hát ezeket könnyű kijavítani, semmi probléma. De azokat, amelyek már kicsit gondolkodásra készletnek, például minden holló fekete című állítás, ami nagyjából igaz, de elfogadhatatlan általánosítás. Ritka, mint a fejje holló, tudjuk a történetet. Vagy az olyan anakronizmusok, amit sajnos Harmada János tanszékvezető professzor is elkövetett, hogy egy Schumer-kori szövegben a legalább 1000 évvel későbbi akár napisten Sámos nevét jelölte meg. És amikor én figyelmet, óvatosan, rúgásan megkérdeztem tőle, hogy ezt miért tette, az ugye gratulálok, hogy ilyen magas szinten ismeri ezt a kultúrát, mondom, akkor közöljük az írásokat, azt nem, mert mi nem szoktuk. Hát így működik ez a hatalmi rend, amit Mároly Sándor versében nagyon pontosan megfogalmazhattunk. Most nem kérek ki Mandis György esetére, aki nem válaszolhatott a Magyar Nemzet című újságban
Vásári István megalapozatlan vágyaira. Ilyen élet van, ilyen hatalmi rend van. Én még nem adtam fel, mert megpróbálok a magyar nemzetbe kivarcolni egy külön lehetőséget erre. Most mi a baj? Az a baj, hogy a közembernek nincs ideje gondolkodni, és a végeredményt szereti meghallgatni, és kinek hisz? Hát annak hisz, aki tekintélyesen, aki többet szerepel a médiában. Nem annak, aki igazat van, nem, ez úgy fordítva működik. És az a baj, hogy ezt a két hiba lehetőséget sokan összetévesztik, és úgy gondolják, hogy egyformán súlyos hibákról van szó. Holott nem, van egy figyelmetlenség, valakinek nincs titkárnője, és maga kell behépelje a dolgokat, akinek van, annál a titkárnő hibázik, tehát megint egy külön lehetőség. De ezeket a dolgokat átlátni, ezekhez bizony idő, szorgalom és türelem is kell. Na nézzük meg, hogy az irodalomban például mit lehet tenni, hogy többen olvassanak, ugye, mert most a digitális könyvök divatban. Hát például azt, hogy rovás írással írnak le irodalmi alkotásokat, itt a kis hercegnek a története van megjelenítve, de az egri csillagoktól kezdve az új szövetségig sok ilyen rovás írásos könyvet is találunk. Ugye a pápa is megkapja az új szövetséget, tehát ez az ő témaköre, tehát nagyon helyesen kiderül eljutott. Itt jön egy másik dolog, hogy vajon helyesen ejtjük-e a kollégáink, az előadóik, íróik nevét. Például van egy kiadvány, ide letettem alulra, néhány idegen név kiejtése. Hát megnéztem, mit tetszene gondolni, hogy van leírva Shakespeare neve. Shakespeare. Hát ennyit érnek ezek az internetes kiadványok, senki nem ellenőrizte, és teljesen téves. Kával vagy hírva? Melyik? Az egy külön dolog, a hasonlulás probléma, nem menjünk bele, mert akkor még fél óráig el fog beszélni. Tehát vannak bizonyos dolgok, amit ki kéne javítani, de általában nem így van. Na most visszatérünk, ugye én Rembónak ejtem, ez a csodálatos vershez, amit azért nem tudok bemutatni, mert az interneten ott van franciául, de nagyon halk, tehát itt nem lehetne hallani, de odaírtam, hogy hol látható majd a következő diább ez megfigyelhető. Érdemes meghallgatni. Csodálatos vers. Ő a Rembó zseni volt, és ő tehát össze szokott jönni, hogy megöljük verset írjon. Azonban van nekünk is egy zseni és őrült költő, több is van, de Tóth Árpád is ilyen, aki még jobban lefordította ezt a verset, mint ahogy azt Rembó megírta. És én ebben a könyvemben a verset megjelenítem és színekkel fejeztem ki, a különböző magánhangzókat színes jelenítettem meg, azzal a színnel, amit ő színként beleérzett. Tehát ez már művészet, ez most nem tudom már, mit mondok. Itt leírtam, hogy például milyen verseket fordított le, John Keats-től kezdve Edgar Allan Poe-ig, vagy Charles Baudelaire-ig, és hát ugye Shakespeare szonettek és Szabó Ruditz fordításában egyszerűen zseniálisak. És megint az lehet az oka, hogy a magyar nyelv valami pluszt, valami töbletet tartalmaz, amiért ilyet meg lehet tenni. Mindig leszoktam írni, hogy milyen hányatott élete volt az illetőnek, de ez most nem tartozik a főmenethez. Itt van ez a vers franciául, ez a Boyel, tehát a magánhangzók, ez lett a magánhangzók szonettje. Oda tettem, ezt jártottam a könyvembe is, hogy az I az piros lett, az U az zöld, az ó meg kék, mert Rembóit láttam. Egy érdekes, a szavalás közben azt figyeltem meg, hogy az alulról negyedik sorban egy elvtárt, egy négy előtt is hozzámond a versmondó, és valószínű, hogy nem bírta a fület, oda illik, csak az eredeti versben nem volt benne, majd kérném a franciával értő embereket, hogy ezt a dolgot próbálják értelmezni számomra, mert kíváncsi vagyok, hogy szavaztam érdekel, négy név előtt, vagy nem. Na és itt van magyarul. Szurok, há, ró, é, rő, tí, zöld, ú, kék, ó, és így tovább. Csodálatos az emelisége. Na most, hogy lehet más nyelvre is fordítani, ezért mellé tettem a spanyol változatot, hogy á, negrája, blanca, í, ró, most nem is tudom pontosan. Roha. Igen, hát azt igen, nem zsének eltik ott a szokon. Nagyon el is remek,
És ugye egy szót a bűzt néztem meg, hogy nem a megszokott módon alkalmazása Franciába, se a spanyolba, hanem egy árnyalati, nem a külföldiek által ismert szókészletet alkalmazzák. De csodálatos, hogy egy másik nyelven ilyeneket meg lehet tenni. De itt van egy másik vers, Radnóti Miklós fordította le. Nincsen igazán magyar címe, pedig az a magyar címe, hogy a Bohém. De hát megtartották az eredetit. És ez is csodálatos, sőt, idén én azt mondom, hogy felveszi a versenyt, hogy akár túl is haladhatja az eredetit. Érdemes ezeket végignézni, végighallgatni. Például nagyon érdekes volt számomra, hogy a Hüvelyk Matyi francia nevét is megtaláltam benne. Ez a Petit Pusser Neveur, vagy valahogy hasonlóan kell kiejteni. Reveur inkább, bocsánat, szerintem Reveur. És akkor nézzük meg, hogy miért van az, hogy sokszor félregetetjük az ilyen elmondtak dolgokat. Mindenki el tudja olvasni ezt a szöveget, mert én nem fogok felolvasni, mindenkire rámutatom. És ez azt jelenti, hogy nem is felszínes módon, mert a sebességet javítja, mi csak a szavak elején és végén olvassuk el, és bizony félre lehet menni ezzel. Tessék nagyon vigyázni. Jó, nem a újságok, meg a közhelyszerű mindennapi hírek kapcsán, hanem a valami elvontabb gondolkodásra késztető mondani valóról van szó. Mindez Lovonyai Miklós, a filozófiai vitakör egyik jeles tagja állította össze, és még a utóirat is remek ugyanebben a stílusban, és én ezért akkor ébredtem rá, hogy miért ébredtem én félre más embereknek a gondolatait. Mert én is ilyen felszínesen közelítek, hogy az elejét meg a végét nézem. Bizony, ha valami gond van, akkor meg kell érni a közepét is. Van egy tagunk, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja, Firenzéből, Gyimóti Gábor, ő egy zseniális verset írt nyelvecke címmel. Érdemes bele olvasni, ugye hát olasz óráról beszél, hiszen Firenzében ez jut az eszébe. Olasz nyelvtan folyamon jár. Benne van a életrajzában. El tudom képzelni, hogy ő jól megtanult olaszul, csak az utolsó sort, illetve verstapot olvasnám el. Aki surran, miért nem osol? Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, és tán csak magyarul lehet. Tehát ő is ezen az úton fejezi ki a csodálatát a magyar nyelv iránt, és nagyon választékosan, rengeteg szinonimát használva, csúnya szó, tehát hasonló jelentésű szót használ, ugye? Most már figyelek, kérlek szépen, de tudom, hogy mi következik, hogy rosszalkodok. És akkor ez most egy kitérő Darai Lajos tiszteletére. Hogyan állnak hozzá az etrusz kérdéshez bizonyos kutatók? Most már nem keverem össze Tellerenét Szilárd Leóval, tehát azért én is fejlődök, de egyébként minden ugyanazt mondták. De az etrusz kérdéssel kapcsolatban az a probléma, hogy genetikailag is úgy néz ki hasonlóak, egy helyről jöttek, a kultúrák is hasonlók, de a nyelvünk nem. Az egyik indoeurópai, a másik nem. Hát itt valami baj van. És ezért érdekes az, amit Révész Péter, ugye ő is szokott előadást tartani önök előkörejben, ezt összeállította, és tulajdonképpen Mário Alineire hivatkozva megpróbál itt rendet tenni. Odaírtam, hogy mit érdemes ezzel kapcsolatban elolvasni, akit érdekel. Cserdarai, Alinei mesterház is volt, most a mi köreinkről van szó. Tehát minden ilyen kérdést alaposan körbe kell járni, mert ha valaki csak egy véleményt vesz, akkor lehet, hogy az eredet az oldalon van, a másik végén. Hogy döntse el egy tisztelt érdeklődő, vagy hallgató, hogy kinek van igaza? Hát úgy, hogy mindent meg kell nézni, mindent össze kell venni. És hát ugye, hogy lehet itt tájékozódni az ősi kultúrák kapcsán? Úgy, hogy térképet készítünk. Ugye nagyon sebben komoly eredményeket mutat. Cserferi térképet. Hát, a Cser Darai, na jó, közelem, hogy akkor őt mondod, de én egyet javasolnék, érdemes lenne ezt is színessé tenni, mert akkor még jobban látszik, ugye ez a rovátkolás, ez még az első sorból látható. Ja, tudom, hogy ez akkor jelent meg, amikor még ez nem ment olyan módon, de mindjárt mutatok egy térképet, ahol ez a színezés bizony segítséget jelent.
Ugye itt már elmondtam, hogy a hangalap és a jelentés nem független, ezt a Tudor Fogarasi a Magyar Nyelv Szótára című munkájában leírja, illetve hogy ketten vannak, tehát ketten leírják. Én felsoroltam neveket, vannak akiket nem mindenki ismer, ugye Végvári Józsefet, a debreceni nyelvészt, aki orosz és angol szakos, engem tanított. Már nem én. József bácsi meghalt? Már én. Az a Lajos lesz a művészettörténész, a Végvári Józsefet most beszéltem 2 éve. Személyesen, Debrecenbe elmentem meglátogatni. Majd utána megint egy kérdés, amit érdemes lesz megbeszélni. Jó, itt van Ceglédi Katalintól kezdve, Marásztól, Utásztóig, sok mindenki, de ez a komáromi Csipkés György a nyelvek eredetével foglalkozott, ezt ajánlom Pécsi Stanisló figyelmébe is, mert nagyon érdekes volt összefoglalás. Ott leírtam ezt a linket, de ez majd az írásos dolgozatban is ott lesz, és akkor rá lehet keresni. Menjünk tovább. Lugosi József, itt leírom, hogy mit tudtam meg. Hát egyrészt matematikai módszereket is alkalmaz, tehát a természettudomány eszköztárát is, ez nagyon fontos. Sajnos sok idegen szót használ, ugye most nagyon jellem, ugye kombináció, unitás, génius és így tovább, de azt mondja, hogy az isteni nyelvről van szó, és a tisztelet a felső világ a Jóisten felé, ez nagyon fontos, és a nyelv géniuszáról beszél, tehát egy kicsit Hamvas Béla gondolatisága felé itt, és ami nekem nagyon tetszik, a csillagászattal is foglalkozik. Ugye a Magyar Csillagászat című műve sajnos befejezetlen, és ugye Toroszkai Vigand ennek kapcsán tudjuk, hogy a magyar csillagnemek, csillagképnemek milyen érdekesek és milyen módon jelentek meg a mesevilágunkban, de az ómagyar csillagismerő közlemény az bizony megjelent, és az az interneten is tanulmányozható. Van egy másik anyanyelvünk, a zenei anyanyelv. Ugye én, mint kicsit késő kezdő, késő mérő típus, azt találtam, hogy megtanulok furujázni. De hát hogyan? Hát úgy, hogy van egy Hodorov András nevű kiváló zenész, aki Bolya István fiait is megtanította furujázni, és ez a Bolya Dániel, ez úgy tanít, tessék elképzelni azért ez ritkaság, hogy megmutatja, hogy hogy kell azt fújni a furuját oldalnézetbe. Megmutatja, hogy hogy kell előnézetbe, megadja a kottát, lejátsza, és én az egyszerű felhasználó képes vagyok ezt felsebességbe lelassítani, hogy a képességeim nem alkalmasak arra, hogy én azt eljártam gyorsan, hanem szépen lassan. És ez működik. Hát így lehet tanítani. Én ezt példaértékűnek tartom, azért mutattam be, mert ez az elején anyanyelvünkhöz tartozik. Na most itt van egy névdal, a Malomnak nincsen köve. Kérem szépen, az országgyűlésben hibátlanul elénekelték a képviselők. Én voltam nekik a meglepődve, hogy ilyen képesek. Na aztán megkerestem a kottát, és addig műtűrődtem, mint kiderült, hogy a szegedi pianisták könyvében hibás a kotta. Tehát olyan, mint hogyha azt mondjuk, hogy a Petőfi azt írta, közben az Petőfi azt írta. Tehát ezek ilyen sablonos hibák, hogy azt mondjuk pestiesen, hogy körút. Az nem körút, hanem körút. És így tovább. Rengeteg ilyen hiba van. Hiba van, ugye egyelőre vagy egyelőre. Azért az nem tudom, az jelentős különbség van. Az erdélyek is el szokták még téleszteni. Nem menjünk a részletek bele. Na mindegy, akkor megkerestem a jókottát és mellé tettem, ugye én ilyen. Megkeresem, amelyik jobban működik. Ugye hát annyi a különbség, hogy egy kicsit odébb van, tehát ezt nem lehet másképp mondani, hogy transzportálták a dallamot. Ugye azért van egy B-jelvérzés a baloldali kottán, a jobb oldali nincs, viszont vannak módosító hangok, meg mindenféle. Zűrös dolog, nem megyünk bele a zene elméletbe, de ez is egy érdekes dolog. Ez az elejé vagy a nyelvünk. Na nézzük meg, hogy a műrealszövegek mennyire reálisak. Zenge tollas kiskalapom. Tudom, meg fognak róni, mert ez közhasznú dolog, de az erdélynek nincs tolla. Egyik csak tudunk. Fecskét azt nem, a pacsirta nem énekel este a fán, csak a levegőben. Ugye megint ez a szokásos történet. Tehát ez olyan, mint édesapámnak a kedvenc dala, az eltörött a hegedűn volt, illetében nem fogott kezébe hegedűt.
Mégis tudjátok ott a kedvenc dalak. Tehát ezekre érdemes odafigyelni. Ugye az Akátos út és így tovább, az őrmesternek általában nincs fekete subája, nem megyek bele. De most miért mondtam ezt? Nem azért, hogy itt a bárkit megbántsak, hanem megjelent a világháról egy paródia, egy fiatal liberális szemléletű emberke, aki ugyanezt és nagyrészt jogtalanul Kodály és Bartók lejáratására használta fel. Ingyom, bingyom, dáridok, és így tovább. Az, hogy a népi nyelvezet hogy alakul, és hogyan születik meg egy szöveg, ebben nem menjünk bele, én elég sokat jártam Molbától kedve, az összes tájegységen, gyűjtéseken vettem részt. Nem olyan egyszerű, és sokszor van ezen érthetetlen szógyűjtemény mögött valami jelentés. Kiderülhet. Mindjárt látunk, hogy mik vannak még ilyen különleges jelentések, mert ez is a magyar nyelvhez tartozik. Néptáncos anyanyelvbe nem megyek bele. Molbában egy iskolai osztályban ez a Budapestről oda került táncseni, ez eljárja a táncokat, kérem szépen, két óra alatt bárki meg tudja tanulni az alapvető molbai táncoskákat, mert ő jól tanít, megint itt tartunk. És ez nagyon fontos, és ez nem mindig igaz. Ez csak kapcsolódás az eddigiekhez. Szókincsünk 65%-a, a képes szavaki 85%-a, a finnugor eredetű, ez az álláspont, a hivatalos álláspont. Én csak annyit tettek hozzá, hogy rendben van, van kapcsolat, de mi az átvétel iránya? Ugye ezt is vizsgálni kell, és hát éppen egy kicsit más eredményre jutunk. És az az érdekesség, ez nekem volt meglepetés, de megosztam most a tisztelt hallgatósággal, hogy az úgynevezett flektálás a magyar nyelven is létezik. Légy, legyen, legyen, hava, negye, stb. Tehát van az a fajta, amit a németben megszoktuk, hogy gehen, gingen, gangen, vagy és így tovább. Tehát megvan, csak nem jellemző. Tehát nem azt kell mondani, hogy csak így van, csak úgy van, hanem hogy általában ez a jellemző. És akkor el lehet fogadni azt, hogy lehet, hogy az igazságot nem tudjuk megmondani, de a tendenciát, tehát az irányvonalat segíteni tudjuk, hogy nagyjából ez lehet a helyes. Ha viszont ellenpéldát is találunk, akkor ott valami baj van. Na hát ez az, ami sok kutató el szokott sepetni az útból, hogy ne legyen, ami gyengíti az elméletet, és ilyenkor csak halála után terjük ki, hogy még nem tökéletes az elmélet. Ugye van a magyar nyelvben egy úgynevezett mély hangrendű i is, amit kevesen szoktak figyelembe venni, ezért mondjuk azt, hogy csíkban például, vagy kínban, nem úgy, ahogy vízben, a földön, tehát ahol a hangrendű illeszkedés működik. És ugye azért nem helyes a férfinek, mert az eredetileg férfiú volt, és az vegyes hangrendű, és akkor a férfiúnak, férfinak a helyes meglátás. És csak azért mondom el, mert engem is sokan kritizálnak, hogy nem tanultam meg rendesen magyarul. Lehet, de igyekszem. Vélemények, idegen szavak használata, Molnos Angéla Debre szemben egy remek kis könyveskét írt erről, és hát bemutattam, hogy milyen unalmasan és szárazon lehet írni szakmai kérdésekről, például a fizikáról, különösen a legalsó sor, ahol két indexű mátrixba való elemeket találunk, ugye mátrix mechanika, és így tovább, na, ettől elmegy a kedve azonnal mindenkinek, különösen aki bölcsészeti érdeklődik. Mindjárt vége lesz. Igen, köszönöm. Ezt Götz Lászlótól tanultam, csak egy példát mondok el. A kötelező hang átmenetek és hangváltozások törvényéről van szó. Azt mondják, hogy a KPR-e, ami sokszor olyasmit is jelent, hogy elkapni, megfogni, birtokolni, abból lett a német Haben, vagy az angol Herr. Azonban egy probléma van, a latinban létezik olyan, hogy habeo, teljesen ugyanaz. De ezt nem volt szabad leírni, mert akkor nem működik a hangátmenetek törvénye. Hát én meg mit mondok, akkor nem teljesen a hangátmenetek törvénye. Megállapítás, máshogy kéne megközelíteni, vagy legalább azt mondani, hogy nem törvény, hanem tendencia, irányvonal. Na most ez az aládat sokszor hiányzik a sikeres emberekből, hát vessenek magukra. Szórakoztatásképpen néhány mondatot idézek.
tessék megpróbálni lefordítani más nyelvre, idegen nyelvre. Rákosi, aki nincs velünk, az ellenünk van. Kádár, aki nincs ellenünk, az velünk van. Grósz Károly, aki ellenünk van, az is velünk van. Gyurcsány Ferenc, aki még mindig velünk van, az nincs magának. Orbán Viktor, aki nincs velünk, az nincs is. Na most ezt kifejezi ennek a világnak, a politikusok világának a lényegét. Ezt a karintív esetben mutatom be, mindenki ismeri, hogy hogyan lehet oda-vissza fordítással teljesen más kihozni. Jöttem a Ganges partjáról, ugye ez a vers kezdősora. Nem megyek végig, tessék megnézni, le van írva sok helyen. Ugye a folyosóból lett a folyósó, az Uferből lett egy part, a partot jelenti, egy gyalárnév, a herc a szív, de az a szalámi gyáros neve is, és így tovább. És akkor tessék megnézni a végét, nem ez a vége, még kéne legyen még egynek, még egy, nem, ez már sok. Vissza. Próbálok vissza menni, csak most nem enged. Mindegy. Igen, a herszéle szalámi és így tovább. Igen, sokkal, a herszéle szalámiban sokkal sűrűbb a só, mint más hasonló terményekben. Hidd el, hogy nyájas olvasó. Az utolsó két sor az kitalált, természetesen az már nincs benne, de hát Karintinak szava. Igen, igen, megvan most már, jó lett. Tehát ez most a politikai viccek kategóriája, eléggé erőltetett, de szellemes. Ugye már a szél is benne van, én még kiegészítettem Budapest karácsonyával kapcsolatban, ugye ahol nem az ünnepre kell gondolni, hanem egy személyre, de érdekes, hogy fonetikusan érthető a vicc. Csak kiegész szerint. És ezért kell nagyon vigyázni, ez a szerencsénk, hogy a magyar nyelv nagy részt fonetikus. Néhány vicc, ugye csak jelentetésképpen, kislányom teljesen egyedül oldottad meg ezt az egyenletet? Nem. Két ismeretlen. A tehén bonyolult állat, de én megfejtem. Ugye kékkel kiemeltem, hogy itt megint ugye az adonos alakú rabozott, nem rabozott szavakról van szó, ezt tessék lefordítani más nyelvre. És a magyar nyelv igenis alkalmas mindenre. Akarsz sokat keresni? Igen. Akkor jól elmondjuk. Ugye itt is a keresnének a több jelentését lehet megadni. Ezek voltak. Mit fogsz ma csinálni? Semmit. De hát tegnap is azt csináltad. Ja, de nem lettem készre. Körülbelül így működik ez a formál logika, amely ezzel gyakorlatilag ezt kihagyom most, mert ez már nehéz lenne. Arról van szó, hogy vajon milyen alapon írták oda az Antaténusz kiszámolókhoz ezeket a Schumer, nem is Schumer, későbbi ez inkább, jeleket, nagy a fantáziája, aki odaírta, és ebből aztán micsoda történetek születtek, erről egy külön előadást tívesen tartok, ha valaki érdeklődik. Én elmondom a saját olvasatomat, hogy ez az egész csak a nevekkel való játék kapcsán egy kiszámoló, Antal Dénes, Szerkiusz Dénes, Szerkiusz Kati Kata, Ali Kali Bandus vagy Bandus. Most lehet, hogy nem így volt, de ez logikus. És egyszerű. Na ezt nem szeretik, ha valami egyszerű. Mindenki, hogy olyan én is járgettem volna. Csak elfelejtő, hogy a legegyszerűbb dolgokra rájönni a legnehezebb. Ilyen az élet. Így van, mindjárt lefejezzük. Hogyan beszélnek a külföldiek magyarul? Erre egy példát mutatok. És egy kazak, Magyarországon élő kazak barátunk dolgáról van szó, ez lesz a zárás. Ő azt mondja, hogy Latin Amerika mindig, mindjárt kekintik. Mert ugye a szláv nyelvben megszokott lágyítást, annyira rögzítette az agyam, hogy magyarul is így beszél, vagy olyat mond, hogy hamar tudsz jutni például eredményre, helyes, csak mi azt mondjuk, hogy gyorsan. Inkább azt mondjuk, hogy gyorsan. Vagy az ikesi idő, ugye, ő másképp ejti a szóvégeken a magánhangzót, vagy tengri engem választott, tehát Istennek kiválasztottja vagyok, tehát ő saját világából vesz példákat, hogy azt mondja, hogy sok helyen jár el, azt akarja mondani, hogy sok helyre, mert a rakozás, a végződés egy kicsit másképp vannak az egyéb nyelvekben, amelyek nem magyar rokonok. Tájszavak, kigyűjtöttem egy csomót, ezt csak Attila figyelmébe ajánlom a bűn a székely szótár kapcsán. Nagyon érdekes, össze kéne vetni, mert itt is van persze hiba, de nem érdekes.
És akkor Sinkovi Sivrének egy szavalását játszanám be, az időhiány most már nem biztos, hogy engedélyezi, csak egyetlen egy hallgatás, és ezzel fejezem be a soraimba. Mivel itt az internet nem úgy megy, ahogy kell, ezért én megpróbálom ezt a kis szerkezetet bekapcsolni, és belehallgatunk csak röviden ebbe. Azt mondja, hogy igen, nem, az itt kell jönnie, itt van. És csendben van, hogy lehet hallani valamit. Miskolcon, Debrecenben, Győrt, Pécset, Szegeden, amíg mindezt megtanulod, beleőszünk Szegeden. Hadd sem néz ki agyat, műt, otthon én egy művet, tűt használom műtéthez, meg pedig nem tűvet, munka után füvet nyír, véletlen se fűvet. Vágy fűti a műtőstőt, a műtőt a fűt. Igen, ennyi, és megköszönöm a figyelmet, majd az írásos anyagban kitérek részletekre is. Remélem, hogy mindenki élvezte és kíváncsiak.